Kellemes szép estét kívánok mindenkinek, köszöntöm a Sziréna nézőit. A mai magazinunknak akár ez a kis autó is lehetne a jelképe, hiszen a rendőri eseményekre fókuszálunk majd. Mindkét összeállításunkban a rendőrök kapják majd a főszerepet. Előbb egy évek óta működő baleset megelőző programról számolunk majd be, majd pedig a Bajai Kapitányság vezetőivel beszélgetünk a nemrégiben megrendezett közbiztonsági egyeztető fórum kapcsán. Guruljanak akkor a rendőrautó kerekei, jöjjenek a részletek! A kerékpárosok biztonságos közlekedését és a járműk megfelelő felszereltségét ellenőrizték a Bajai Rendőrkapitányság munkatársai. A vizsgálatot a Látni és Látszani kampány keretében végezték el a hivatalos szervek. A rendfenntartó az ellenőrzések során felhívta a figyelmet az esetleges hiányosságokra, a szabályosan közlekedőket pedig apró ajándékkal is megjutalmazta. Torda Adrián riportja következik. Egymás után több kerékpárost is megállítottak a rendőrök a Rókus utcában szerda délután. A Bajai Rendőrkapitányság a Látni és Látszani kampány keretében hajtotta végre a rutin ellenőrzést, amely során a kerékpárosok kötelező tartozékainak működését és a jármű kivilágítását vizsgálták. Én egészen biztos vagyok benne, bár ennek területnek én nem vagyok szakértője, hogy azokat a pontos kérdéseket tették föl, amelyek a KRESZ szerint egy kerékpárosnak a kerékpárján ott kell, hogy legyen, hát most majdnem azt mondtam, hogy alkatrészként, nem a járú, vagy hogy mondják ezt, olyan eszközként, amely a biztonságos közlekedést elősegíti. Annak nagyon örültem, hogy mondjuk, hogy az olvasatomban olyan 80%-ban a kerékpárom ennek megfelelt. Egy-két kiigazítás volt, és ezt nagyon kedvesen, udvariasan az illetékesek, a biztos urak ezt elmondták, meg át is adták ajándékba, amit ezúton is köszönök. Az évnek ebben a szakaszában különösen fontos, hogy felhívják a lakosság figyelmét a biztonságos közlekedésre, fogalmazott Kedovics Zoltán rendőrfőtörzszászlós. Az idei esztendőben is az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőző Bizottsága elrendelte a Látni és Látszani kampánynak a folytatását. Ugye ez minden évben meghirdeti, és nagyon nagy sikere van ennek a kampánynak. Most a kerékpárosok figyelmét kívánjuk felhívni a megváltozó őszi időjárási és látási útviszonyokra, valamint a látni és látszani elfontosságára, hiszen tapasztaljuk azt, hogy most már egyre korábban sötétedik, egyre többet kell használni a járműveknek a világítását. Kerékpáros szempontjából ez rendkívül fontos, hiszen egy sötét, lakóterületen kívüli területen kivilágítatlan kerékpáros rendkívül nagy baleseti veszélyforrás, tehát nagyon oda kell figyelni erre, hiszen ilyen esetben kivilágítatlan kerékpáros sötétben nagyon nehéz észrevenni. A hivatalos szervek a világító testek mellett a fékek és a csengő állapotát is ellenőrizték. Az akció során megvizsgáljuk a kerékpárokat, a kötelező tartozékokat ellenőrizzük, és a hiányosságok pótlására felhívjuk a figyelmet. Nagyon fontos még a kerékpár világító testek, tehát ezek is világító elemeknek az elhelyezése, hogy hogyan helyezzük el a kerékpáron, hiszen hogyha az első kormányra tesszük, akkor ügyeljünk arra, hogy esetleg a csomagtartóba kerülő táska ne takarja el ezt a lámpát. Ugyanez előfordulhat a hátsó világításnál, akkor is piros lámpát föltesszük mondjuk az ülés alá, és ha ráülünk a kerékpárra, akkor kabátunk esetleg eltakarhatja ezt a lámpát, tehát erre mindig ügyeljünk, tehát úgy helyezzük el körültekintően, hogy ez a közlekedő, a többi közlekedő ezt lássa és észlelje ezt a jelzést. Nagyon fontos még, hogy éjszaka és korlátozott látási viszonyok között mellét is kell használni, lakóterületen kívül, csak lakóterületen kívül. Nem baj, hogyha lakóterületen belül is használják, szerintem rendkívül jó, hogyha van, mert időben észlelhető a kerékpáros és a baleseteket is megelőzhetjük vele. A kerékpárral közlekedők szerint szükség van az ehhez hasonló akciókra. Gyakran ugyanis a hibás tartozékok miatt következnek be a balesetek. Itt a városban is a kelleténél több. Persze minden egyes kerékpáros baleset a kelleténél több, de nagyságrendileg több szokott előfordulni. És ebből a szempontból mindenféle biztonsági intézkedés, ami hát preventív módon próbálja elkerülni a baleseteket, az fontos és szükséges. Vannak hiányosságok itt a biciklisek körében, és igyekszünk jól közlekedni, de hát ez nem biztos, hogy mindig sikerül. De próbálkozunk, és akkor jó az, hogyha felhívják a figyelmet, hogy mi az, aminek a biciklin is rajta kell lenni, nem csak az autósoknak a figyelmét. Azoknak sem kellett megijedniük, akiknek valamilyen hiányosságuk akadt. A rendőrök ugyanis eltekintettek a büntetéstől, sőt még kisebb ajándékokkal, láthatósági mellényen és kerékpáros lámpával is meglepték az arra járókat.
Az akció során még sor kerül egy kis ajándék osztására is a kerékpárosoknak mellén, vagy kerékpáros világítást, esetleg mind a kettőt adunk ajándékba. Pedig mik a tapasztalatok, mennyire szabályosan közlekednek a kerékpárosok itt Baján? Én szerintem nagyon jó tapasztalataink vannak, tehát én úgy látom, hogy ennek az akcióknak van valamilyen hatása, mert most már azért lehet még találni, de egyre ritkábban találunk kivilágítatlan kerékpáros, és mintha egy picikét kevesebb lenne a kerékpáros balesetünk az elmúlt évek időszakaihoz képest. Tehát én szerintem van pozitív elmódulás ebben. Ennek a hölgynek a csengője ment tönkre, de mint mondta, haladéktalanul lecseréli egy működőképes darabra. Nem hallottam róla, az az igazság, hogy lesz ilyen, de köszönöm szépen a tájékoztatást, mert akkor most tudom, hogy mi az, ami hiányossággal biciklimen, és ezt pótolni fogom minél előbb. Mi volt az, ami hiányzott a esetleg? Csengőm, tehát igazából, hogyha ez valóban hiányosság, hogyha valakinek ugye jelezni szeretnék, hogy jövök, te gyalogos vagy, vagy mert bicikli úton mondjuk, mert van is előfordul, akkor tudom jelezni, ugye, hogy nagyon ott vagyok mögötte, tehát ezt mindenképpen pótolom. A rendőrök hasznos tanácsokkal látták el a kerékpárosokat, és az esetlegesen felmerülő kérdésekre is készségesen válaszoltak. Elmondták, az immár 5 éve működő kampány sikeresnek mondható, hiszen egyre ritkábban találkoznak kivilágítatlan járművel közlekedő kerékpárosokkal, és a balesetek száma is fokozatosan mérséklődik. A mai szirénánkat rendőrségi témával zárjuk, hiszen november első napjaiban közbiztonsági egyeztető fórumot tartottak a Bajai Rendőrkapitányságon. A fórum részleteiről András István rendőralrezredessel, a Bajai Rendőrkapitányság vezetőjével beszélgetünk. Kapitány úr, nagy tisztelettel köszöntöm, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll a mai napon. Nem új keletű a téma. A közbiztonsági egyeztető fórum ugye ezt rendszeresen megtartják a Bajai Rendőrkapitányságon, azok kedvéért, akik azért nem hallottak még erről, miről van ezzel kapcsolatban itt szó. Köszöntöm is a kedves nézőket. Arról van szó, hogy minden évben több alkalommal rendezünk a kapitányságon közbiztonsági fórumot. Ennek a fórumnak a keretében azokról a problémákról beszélünk, amelyek a járást érinti, illetve kiemelten a város területét érinti. Fórumon részt vesznek a Bajai Rendőrkapitányság teljes vezetése, részt vett a határrendészeti kirendeltségek vezetői, szolgálatirányító parancsnoka, szolgálat parancsnoka, a járásból az intézményvezetők, polgármesterek, polgárőrvezetők, a közterületfelügyelet, városőrség, a városról, vagy a városáról még részt vettek a képviselőtestületi tagok, aztán iskola igazgatók, intézményvezetők, a NAV munkatársai. Nagyon sokan részt vettünk ezen a fórumon, hogy megvitassuk azokat a felmerülő problémákat, amelyek jelen vannak a városunkban, és hogy együttesen további feladatokról állapodjunk meg. Ha jól tudom, akkor sikerült reagálni néhány korábban felvetett kérdésre, problémára is. Igen, tavasszal volt a legutóbbi fórum, ott felvetődött több kérdés, több probléma. Leginkább az egyik ilyen a sebességmérés volt. Sebességmérésnek az igénye, több település jelezte, hogy kéri a sebességmérést a területén. Baja város területén is a Petőfi szigeten felmerült ennek a lehetősége, illetve Baja város területén több utcában. Ezeket természetesen teljesítjük. Aztán fölmerültek különböző közlekedési problémák, amelyeket a várossal együtt, illetve az önkormányzatokkal együtt megoldunk. A fölmerült ilyen probléma, hogy korábban, hogy többet legyenek a körzeti megbízottak a településükön, ennek az igénynek ma már eleget tudunk tenni, gyakorlatilag közvetlenül határ mellett, határszakaszon már nem teljesítünk szolgálatot, mélységi ellenőrzéseket végzünk. Felmerültek olyan problémák a város területén, hogy több helyre kamerafejlesztést kértek, ebben is intézkedtünk, folyamatban van, és beszéltünk a közérdekű bejelentésekről. A közérdekű bejelentéseknek az a lényege, hogy minden bejelentésre én magam is személyesen kimegyek, helyszínen meggyőződöm a bejelentés tényéről, helyzetéről, és ezután ülünk le azokkal a szervekkel dönteni, akik ebben illetékesek. Ilyen közérdekű bejelentés például a Rózsavölgyi udvar, a hétvégi hangoskodás a fiatalok részéről, az ott szórakozók részéről, akkor ilyen például a Tesco áruháztól a Bajcsi Zsirinszki felé vezető útvonalon a sebesség
túlzott sebesség túllépése, itt sebességet mérünk rendszeresen, akkor ilyen a Ferenciek terén, a nyári időszakban a hangoskodás, a Móra-Ferenc utcán a járdán való kerékpározás, a Tél utcában a parkolás, ezekre mind-mind választottunk, és azt mondhatom, hogy minden ügyben folyamatos az intézkedésünk. Több beszámolót is hallhatott a jelenlévő közönség, úgymond több területet érintettek ezen beszámolók, általánosítva, miről volt szó itt? Gyakorlatilag volt egy helyzetfelmérés, egy helyzetkép bemutatása a mai rendőrkapitányság illetékességi területéről. Én röviden kitértem arra, hogy hogy is állunk jelen pillanatban, és milyen feladatok vannak még az év hátralévő részében. Gyakorlatilag vázoltam azt a közterületi, közbiztonsági és bűnügyi stratégiánkat, amelyen alapszik évek óta a tevékenységünk. Ez a közterületi jelenlétnek az erősítése, folyamatos erősítése, a bűnmegelőzés és a balesetmegelőzés folyamatos erősítése, és az operatív munka erősítése, felderítő, vizsgálati munkaszínvonalának emelése. Itt azért megjegyezném azt, hogy operatív csoportunk most már több éve működik, és gyakorlatilag a város területén a bűnszervezeteket nekik köszönhetően dolgozzuk fel. Utánunk következett a határrendészeti szolgálat vezetője, az illegális migrációról beszélt, majd ezt követően a Herceg-Szántói határrendészet kirendeltsége vezetője mondta el a helyi specialitásokat, ezt követően pedig az osztályok, a kapitányság részéről az osztályvezetők képviseletébe, vagy osztályvezetők, vagy helyettesei szóltak hozzá, tettek javaslatot a közbiztonság javítása érdekében. Majd a végén pedig kérdések, felszólalásokra került sor, kérdésekre és felszólalásokra. Lehet belőlük tudni valamit, mik az aktuális problémák, akár Baján, akár a környező településeken, ami mondjuk úgy visszatérő jelleggel volt több polgármesternél mondjuk? Most nagyon kevés probléma merült fel, azért sorba vennénk őket. Az első az, hogy a kivilágítatlan kerékpárosok problematikája. Itt rögtön megjegyezném, hogy több baleset megelőzési tevékenységünk, propagandánk lesz, ahol akciót tartunk, és mellényeket és világító berendezéseket osztunk szét a rászorultak részére. Aztán volt ilyen, hogy megköszönték a jelenlétünket az iskola rendőr program keretében. Itt azért azt el kell mondanom mindenféleképpen, hogy 35 helyen, 24 településen, 35 iskolában oktatjuk az adatprogramunkat. A helyi gimnáziumban is 4 szakiskolában jelen vagyunk. Van olyan kollégina, akinek gyakorlatilag az iskolában van a munkahelye, a napi teendőit ott végzi. Nagyon ritkán jár be a rendőrségre, ott tölti a napjait. Ennek mindenféleképpen óriási előnye van és hatása van a baleset megelőzés tekintetében. Aztán volt ilyen felvetés is, hogy a polgárőr miért nem teljesített kutyával szolgálatot, olyan kutyával, aki nincs levizsgáztatva. Megkapta a választ erre is a polgárőr. És hát egyéb ilyen felvetések voltak, ami közös feladatokat jelent majd a téli időjárás során. Az alapgondolat mindenféleképpen azt gondolom, hogy pozitív, népszerű a fórum egyébként a visszajelzések alapján. Valóban probléma megoldó hatása lehet ezeknek a kérdéseknek, válaszoknak. Igen, én azt gondolom, hogy népszerű. 106 meghívott volt, 106 meghívott küldtünk ki. Ebből 50-en jöttek el. Nyilván időben ezt nagyon nehéz eltalálni, hogy mikor legyen a fórum ideje, de az, hogy fele a meghívott vendégeknek részt vett, ez nagyon jó dolog. Itt szó esett arról, hogy milyen problémák vannak, és a probléma megoldásáról. Ezt azt szoktam mondani mindig, hogy nézzünk szembe a problémákkal. Jól esik a dicséret, de nem a dicséretet várjuk, hanem inkább a problémákat, és azokra keresünk közös megoldást. Például ilyen, ami ezután feladat előttünk áll, a téli időjárással kapcsolatosan a rászorult személyeknek a megsegítése. Tehát a rendőrnek, akár a tanyavilágban, akár a városban nem csak az a feladata, hogy intézkedjen, közterületet figyelje, hanem azokra a rászorult személyekre, akik egyedül élnek, betegesek,
rányissák az ajtót, megkérdezzék, hogy miben segíthetünk, és hogyha nem éppen rendőri intézkedésre adó okot fednek fel, hanem más egyéb olyan problémával találkoznak, ami nem ránk tartozik, akkor is mi közvetítő szerepet vállaljuk, és továbbítjuk a problémát az illetékes szerveknek, és ha kell, akkor a kiérkezésüket megvárjuk a helyszínen. Legközelebb? Tavasszal lesz hasonló KEF? Én úgy mondanám, mindig akkor, amikor szükség van rá. Szükségét látjuk általában fél évente, de ha fölmerül egy-egy új jelenség a területen, amiről tájékoztatni kell a lakosságot, ami feladatokat határoz meg részünkre, akkor én azt mindig össze szoktam hívni a fórumot, és akkor ott ezt átbeszéljük. Most az aktualitása ennek a fórumnak az, hogy tél bekövetkezte előtt állunk, évvége előtt állunk, vannak feladataink is még, és összegezni kellett az eddigi eredményeket és a feladatok megoldását egy csokorban, és ez történt most meg. Kapitány, szívből köszönjük a beszámolót, eredményes munkát kívánunk önnek is, és kollégáinak is a következő időszakra. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy ismét a Szirénát választották. A következő hónapban találkozhatunk majd ismét a magazinunkkal. Viszontlátásra!